szerintem senkinek nem kell bemutatni, de azért majd igyekszünk jó kis sztorikat előszedni. Lehet, hogy azzal kellene kezdenünk, hogy kaptunk, képzeld el, kérdéseket, olvasói kérdéseket, és hát szerintem érdemes megtudnunk a legfontosabbat, hogy ki szoktad-e venni a köveket a cipődből futás közben, csak hogy elkezdjük a fontos dolgokkal. Most van egyébként a cipődben, megnézhetjük? Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Ebben a cipőben nincs, mert ez egy teljesen új tornacipő, és motorral jöttem, tehát ebben még nem annyit gyalogoltam összesen benne, hogy a motorról leszálltam, és elgyalogoltam ideig, úgyhogy ebben nincsen kavics. Egyébként a kavicsok, ez egy ilyen érdekes történet, szerintem aki már futott terepen és ment kavics a cipőjébe, az így tudja, hogy miről beszélek. Néha nem szoktam kivenni pusztán azért, mert ezzel el tud magad foglalni, mondjuk egy ultrafutáson, ahol már mindenet fáj, meg tele van a hócipőd az egésszel, a versenyszervezőket mindenhova kívánod, csak a közeledben nem. És akkor ez a jó el tud terelni a figyelmet, hogy így próbálod a lábujjaiddal így pöckölgetni a kavicsokat a cipőbe, és így olyan helyre rakni, ahol érzed, de nem nyom, vagy nem annyira nyom. És amikor már eljut az a pillanat, amikor nagyon nyom, akkor persze, akkor megállok, és akkor leveszem a cipőt. Akkor leveszem mind a kettőt, meg lefekszem, meg agonizálok a földön egy kicsit, ha már levettem a cipőt. Szóval ezt megírhatod neki válaszként majd. Na hát köszönjük szépen, szerintem akkor a legfontosabb dolgon túl is vagyunk, de azért még maradj. És hát a terepfutás gurujának is szoktak nevezni, Mr. Terepfutásnak. Ezeket nyugtass meg, hogy nem te találod ki. Nem, ezeket kifejezetten nem én találom ki. Van, amit én találtam ki, de ezeket nem. És hát majd veled mindenképpen érdemes arról beszélgetni, hogyha valaki tervezi, hogy mondjuk az aszfaltról átvárt a terepre, akkor ezt miképp tegye? Egyáltalán nálad hogy fogalmazódott ez meg? Hiszen egy ilyesmit olvastam tőled, hogy túl civilizált világból ki akarunk szakadni, ez az üzenet talán, és hát az eredeti dolgokhoz visszatérni. Ez volt az első, ami nálad megfogalmazódott, amikor azt mondtad, hogy irány a természet? Egyáltalán nem. Tehát ez nem egy tudatos döntés volt. Én föllaktam a Normafa alatt egy picivel, ott béreltem egy lakást, és hát jártunk föl futni a Normafára, hát még a 90-es évek eleje. És hát egész egyszerűen, amikor volt olyan, hogy le volt zárva ez a sétaút, vagy panorámaút, ami vezet a Jánoshegyi kilátóhoz, mert mit tudom, például ott a sífutóképpen a görgős edzésüket csináltak, lezártak, és akkor lementünk az ösvényre futni. Nem tudtam, hogy azt terepfutásnak hívják, ez utólag úgy kiderült, és nagyon tetszett, hogy tök jó, mert onnan ki is lehet látni az aszfaltútról, meg nem, meg ott nincsen, nem kell kerülgetni a babakocsis anyukákat. Tehát olyan jobb közeg volt, de ez teljesen egy ilyen spontán dolog volt, szóval nem tudatos. Mikortól vált tudatos? Mikor volt az, amikor azt mondtad, hogy ez engem komolyabban érdekel ennél, mint hogy egy kicsit levezessed a feszültséget? A terepfutás mióta érdekel komolyabban? Hát olyan 2004 körül, nem tudom, hogy a pontos dátumát. Én 2002-ben elkezdtem így komolyabban így túrázgatni, meg így erdőbe járni, csak egy saját szórakoztatásomra is, meg teljesménytúrára is, és akkor egy idő után unalmas volt a gyaloglás, mert túl sokáig tart. Biztos ti nektek is van olyan, hogy a gyalog elmenni, mit tudom én, a Nyugatitól a Blaháig az lassú, akkor lehet, hogy belefutsz, nem? Tehát én szoktam ilyet, hogy és akkor végigfutok a körúton, mondjuk tornacipőbe akár. Na ugyanez volt, hogy egyszer unalmas 20 órán keresztül gyalogolni, nekem nyilván van, aki meg ezt tökre szereti. Én meg ugye volt, akkor már volt egy pár terepfutó az országban, és akkor én vittem őket kocsival, nagy nehezen beérek 20 óra után egy 100-as teljesménytúrán, és azok meg már lefürödve, lezuhanyozva, frissen, megkajálva ott várnak, és persze rögtön elkezdett csesztetni, hogy mikor indulunk már. Hát akkor nyilván el kell kezdeni nekem is futni, nem? Ne várjanak rám 3 órát, vagy 5 órát, vagy mit tudom mennyi. Szóval egy kicsit ilyen kényszerű is volt ez. Aki követi az oldalaidat, az tudja, hogy 3 hölgyel élsz együtt, és hát ez volt az oka, amiért azt mondtad, hogy irány a terep, elnézést a provokatív kérdésért, mert egyébként Fekete Istvánt, hogyha valaki ismeri, akkor ő neki otthon néha jól esett, hogyha kiszabadulhat. Nyilván gondolom, te egy kellemesebb közegben vagy a családodat tekintve. Abszolút kellemes a közeg, de amúgy azt gondolom, hogy minden férfinek szüksége van arra, hogy elmenjen, hiszen ahogy szokták mondani, ahhoz, hogy visszamenjél, ahhoz el kell menni otthonról. A nőknek is szerintem sokkal jobb, hogy amikor a pasi hazamegy, és akkor megjött az ember, lehet róla gondoskodni, etetni, itatni, akármi, meg izgulni érte. Nagyon bologatnak. Hát most komolyan, ez egy ilyen női tulajdonság, nem? Hogy a nő izgul a férfiért, hogy hol van, mikor jön haza a vadász. Jobb esetben, hát, igen. Vagy ha megnézze például, főleg minél hosszabb a táv, most tök mindegy, hogy egy terepfutóversenyről beszélünk, vagy akár egy Ironmanről, a célterületen ott van egy csomó nő, ott áll, frissen, lehet, hogy még el is menne fodrászhoz, megmosott hajjal illatosan, és akkor
akkor bejön ez a hülye állat férfi, aki egész nap szenvedett, izzadtan, büdösen, lehet, hogy vérzik, meg minden, és ott ölelgetik ezek a nők a pasikat. Ez tök fura, nem? Például, ha hazamegyek edzésről, elmegyek futni, mondjuk megázok, olyan vagyok, mint egy ázott nyúl, ilyen büdös vagyok, akkor mindig az az első, amit szóval mondanak a lányok, hogy apa, azon ne menjél fürdeni. De amikor ugyanez egy versenyen zajlik, akkor tök furcsa, nem? Hogy akkor nem az van, hogy akkor büdös vagy, hanem, jaj, akkor hős vagy, nem? Akkor hős vagy, igen. És szerintem azért ez is hozzájárul ahhoz, hogy ezek az extrém távú versenyek, most triatlon vagy terepfutás, mindegy, hogy ezek sikeresek, hiszen mind a két fél számára, a nő meg a férfi számára is ad egy olyan pluszt, ami a mindennapi életekben nincs bent. Persze ez pedig nyilván fordítva is lehet, hogy a nő versenyzik és a pasi vár rá. Most én nem akarok ebben, tehát ez nem egy férfi soviniszta duma volt, hanem ugye általában azért az ultratávokon, hogyha megnézitek, akkor inkább ilyen 70-80% férfi indul egyelőre. Pár növekszik a nők száma, de azért még mindig jelentősen sokkal több férfi indul, mint nő. Életkorban itt is lehet egy kicsit csoportosítani, hogy inkább a 40-en túliak, vagy még azon túliak, vagy pedig itt azért már fiatalabbak is jönnek. Az ultrába? Uh-huh. Egyre jobban tolódik a fiatalabbak felé ez az egész, és az a furcsa, ugye, hogy az élmezőnyben meg aztán abszolút. Tehát, hogy megnézed a terepfutásnál, az élmezőny az már simán ilyen. A Kilian talán 20 éves volt, amikor először nyert az UTMB-n, úgyhogy mindenki 40 pluszos volt ott körülötte. Tehát egy ilyen alig volt szakálla a srácnak, és mindenkit letolt. És akkor szerintem ez így elindított a lavinát, és a sportszergyártó cégek, hiszen azok szponzorálnak, azok rájöttek, hogy ebben a műfajban itt lehet fiatalokat is támogatni, és az megváltoztatott mindent. De ugyanez így, tehát a normál, a teljes mezőn tekintve is igen, szépen fiatalodik a mezőn, és az tök jó, hiszen nem az van, hogy egy csomó vén csocsasz ott áll a rajtban, mindenki ráncos meg minden, hanem tényleg vannak fiatalok is. Ha egy kicsit még most visszamegyünk, hiszen most tényleg egy olyan szakaszában vagyunk a dolognak, amikor szerintem csúcson jár, ha lehet így fogalmazni. Azért a kezdet azt gondolom messze nem ilyen volt, amiről az imént már egy picit meséltél. Ott még egy munkásabb volt megszervezni. Nem az volt, hogy kiírtad a Facebookra, és 3 perc után betelt a mezőny. Nem volt Facebook, ott kezdődik a dolog, tehát nem tudtam kiírni a Facebookra. Hát az első versenyünkön ott 43-an indultak, tehát ugye mindenkit ismertünk, tehát nyilván ez egy ilyen, inkább egy ilyen baráti társaság volt. Ja. Hát most jó, sokkal egyszerűbb így a social media, az jelentősen könnyebbé tette ezt az egészet, de nyilván nem csak ez, hanem önmagában sokkal többen űzik a bármilyen sportot, mondhatjuk, hiszen visszaemlékszem, amikor én elkezdtem a Margit szigeten futni, simán ki tudtunk menni, úgyhogy 4-5 emberrel találkoztunk most meg. Hát eszembe nem jutnak ki menni, mert engem mondjuk zavar az a mennyiségű ember, nyilván másokat meg nem. Igen, egyébként valószínűleg ez a természet közelsége, meg az, hogy mindig más, az tetszik neked benne? Tehát, hogy nem a megszokott, nem a sablonos, nem ugyanazt látod, mindig más fákat látsz, más tájat látsz, ez benne, ami szép? Ez is szép benne, persze. Például azt szoktam olyat csinálni, hogy vannak megszokott útvonalaim, és akkor, mint tudom, én már túl sokszor futottam abban a... És letérsz? Letérek, vagy egyszerűen lefutom ugyanazt visszafelé. Tehát uh-huh. Az is önmagában tök más, tehát egy teljesen más látvány van olyankor, hogyha egy megszokott útvonalat visszafelé futsz. És most mondjuk jön az a kérdés, én is már szülő vagyok, hogy úristen, de mi van, ha eltévedsz? Nincs benned ilyen? Meg hát főleg te éjszaka akkor örülök, is. Ha eltérek. Igen, annak örülsz? Annak én örülök, persze. Hát hiszen akkor tapasztalsz meg, mi volt a legextrémebb megtapasztalásod ezekből az eltévedésekből, úgymond? Nem volt ebből extrém, én nem tartom. Azt látom, hogy itt vagy, hogy hazataláltál. Nem, hát nem történik semmit. Magyarország egy olyan hely, ha belegondolsz, hogy bármilyen irányba elindulsz, és tartod azt az irányt, akkor egy-két órán belül találtérsz egy aszfaltútra, vagy egy településre, nem? Tehát, hogy ott azért nem, szerintem nem kell itt tartani. Tehát majdhogy nem egész Európába ki lehet jelenteni néhány szűkebb részt leszámítva. Ugye azt olvastam rólad, hogy a futás kimossa az agyam, megtisztít és feltölt. Ha nem futhatok, hisztis leszek, mint egy kisgyerek, akitől elvették a kedvenc játékát. Milyen a hisztis csanya? Be tudod mutatni? Hát azt inkább nem mutatom be egyébként, ezt nem én mondtam, hanem a feleségem mondta rám ezt. Mert ez egy kicsit olyan QR-hós, én azért nem szoktam ilyeneket mondani, meg posztolni, de ez is egy ilyen, ahogy a nők látnak engem otthon dolog. Hát akkor jobban örülnek, ha futsz ezek szerint. Igen, van is egy olyan, hogy amikor feszültség van, akkor azt mondja, hogy inkább menjek el futni, mert most nem lehet velem beszélni, vagy nem tudunk együtt, mert mi együtt csináljuk ezt a versenyszervezést, és akkor elzavar futni ő meg valamit. Más csinál addig, igen. Hát akkor is hisztis vagyok, amikor nem futottam régen, mert le vagyok sérülve, vagy egy
versenyszervezői feszültség van, meg amikor éhes vagyok, ez a kettő igazából. Hát, hát mint egy átlagos férfi, igen. Szerintem semmi extra. Ki vagy, ha éhes vagy? Egyébként volt egyszer, nem tudom, a Top Gearben egy ilyen, amikor küldtek az egyik műsorvezetőnek csokit, most nem mondom a márkát, ismerjük a reklámot, mert általában akkor üvöltözik az ember, meg akkor vannak gondja, hogyha nem evett, vagy nem futott a te esetedben. Egy kicsit most térjünk rá arra, hogy milyen volt a te általad elsőként teljesített terepverseny. Emlékszel erre? Mennyire voltál profi? Mennyire lehetett rá ezt a szót használni, ezt a jelzőt? A profit? Hát egyáltalán nem, szerintem. Hát ez mire ilyen... nem figyeltél, amire most már nyilván tudod, hogy kellett volna? Hát gyakorlatilag mindent elcsesz az ember szerintem így az elején. Nem? Tehát, hogy amikor ilyen belecsöppensz valamibe, és nincs tapasztalatod, akkor ugye nyilván próbálod figyelni a többieket, hogy hogyan csinálják, meg ellest, meg olvasni róla, de azért más megtapasztalni valamit, meg más... meg is te tudatosan azt csinálni. Ja. Hát, mint a mérre elején például ilyeneket vittem magammal, akkor még nem voltam vega, hogy ilyen halasz szendvicsek például. És akkor 90 kilométernél, amikor előveszed a halasz szendvicset a hátizsákból, ami már nem mindenre hasonlít, csak egy szendvicsre nem. Ez alufóliában, akkor érted, akkor ilyen Az egy furcsa élmény ránézni egy szendvicsre 9 kilométer után. Nyilván elcsomagoltam és baktattam tovább. Hát ez ilyen. Igen. Tehát akkor az elején te is elkövetted úgymond az amatőr hibákat. Mi az, amire mondjuk, aki most akarná elkezdeni, figyelmeztetnéd? Mi az, ami a legfontosabb? Nyilván a halasz szendvicset hagyja otthon, ez az első. Hát igen, nyilván olvasson el mindent. Mondjuk, hogy vadott versenyre készül valaki, akkor üsse be a Google-ba legalább, vegye a fáradtságot, és olvasson el róla mindent. Hiszen most már néhány perc kereséssel szinte minden infót megtalálsz. Ha nincs benne a versenykírásban, akkor az elődeidet, akik végigmentek, azokat érdemes elolvasni. Nem? Tehát ott rögtön benne lesznek a buktatók, ott rögtön leírja az ember, hogy ez a 10 kilométer, az mondjuk lehet, hogy 4,5 óra lesz azon a terepen, mert van benne 3000 szint. És akkor azt mondod, húha, akkor lehet, hogy nem a 2 decis kulacsomat viszem el magammal, hanem a másfél literest. Nem? Hát igen, azt gondolom, hogy ezek a tapasztalatok, ezek most már könnyebben elérhetőek, de a kezdetekben nektek nem voltak ilyen kis könyvek, meg internet, meg egyebek, akkor saját kutfőből kellett, meg a saját negatív tapasztalatokból kellett erőt meríteni, hogy na, akkor legközelebb már másképp csinálom. Kihez lehetett fordulni? Hát te voltál gyakorlatilag, aki ezt az egészet úgymond komolyabb szintre emelte, tehát gondolom, hogy sok segítséged nem lehetett az elején. Én voltam az, aki harsány volt, azért voltak ott körülöttem mások is. Tehát hogy azért úgy csináltuk, hogy amikor mentünk egy versenyre, akkor már a következőről beszélgettünk, és akkor mindenki elmondta, hogy mit tud róla, vagy mi az a kérdés, ami felmerül, és akkor, hogyha nem volt ott válasz, akkor elkezdtünk utána olvasni, és akkor előbb-utóbb lett róla válasz. Vagy ha nem, hát akkor a verseny után lett rá válasz. És mitől bővült ennyire a mezőny? Elkezdett gondolom terjedni ezekben az ismeretségi körökben, aztán később már mindenki, vagy többen jönni akartak. Tehát hogy kezdte ez úgymond kinőni magát? Szerintem nagyban hozzájárult ehhez egyrészt a social media, másrészt meg a sportszegyártók is felismerték ezt. Tehát, hogy ha kezdetekre gondolok, akkor volt egy csomó ilyen időtólag visszanézve kicsit nevetséges dolog, hogy azt gondoltam, hogy a néhány sportszegyártó, hogy nem mondok brendet, mert nehogy az legyen, hogy azt gondolták, hogy azért, mert ráírják valamire, hogy trail, akkor azt erre futásra alkalmas az a cucc, mondjuk egy utcai hátizsákra. De hát ez persze megfigyeltő minden sportág esetében szerintem. Na mindegy, és akkor szépen így kifejlődött a felszerelés része, és ha van felszerelés, és azt eljutatják az emberhez, akkor ugye előbb-utóbb használni fogja. Nem? Hát valószínűleg így van, és most már nyilván ekkora tapasztalattal, hogy fogalmaznád meg, mitől jó egy terepverseny? Mi az, ami ahhoz kell, hogy ez jól működjön? Résztvevőként? Hát nyilván szervezőként is mondhatod, hiszen ebben van hatalmas tapasztalatod, meg nyilván az másik oldalról is. Mert mind a kettő szerintem nagyon fontos. Érzi jó magát a szervező, ugye, hogyha... Én azt szoktam mondani, hogy én olyan versenyeket szervezek, amin én is szeretnék elindulni. Sajnos nem tehetem nyilván egyelőre, mert azért remélem, hogy valamelyik lányomat majd megkörnyékez egy olyan fiatal ember, aki majd egyszer átveszi a stafétát. És akkor aki nem csak úgy fut utána. Igen, és akkor kedvemre futhatok majd az én általam kitalált régi versenyeken. Szóval szerintem az a lényeg, hogy jól érezze magát az olyan, mint amikor belegondolsz, mint amikor elmész moziba, és belefeledkezel a filmbe. Nem? Tehát, hogy ott ülsz, és nem az van, hogy akkor jaj, mit mozog mellettem ez a lány, meg csámcsog a mellettem lévő fiú, vagy túl hideg van, vagy túl meleg, hanem van ez a film élmény, nézed a vásznat, és akkor így beszéppant a film, és így mint tényleg, mint hogyha belekerülni, mint hogy tényleg benne lennél. Na, ugyanez van, amikor futsz így benne az erdőbe, és így nem azzal foglalkozol, hogy persze nyilván ez egy kicsit ilyen flow érzés,
Tehát nem azzal foglalkozol, hogy jaj, de drága volt a nevezés, vagy úristen, hazafelé hogy is lesz, hány a számú géppel kell hazamennem? Tehát nem ilyenekre gondolsz, hanem úgy elmerülsz a versenybe, és akkor így szinte meglepődsz, amikor odaérsz a frissítőpont, az jéjt, ez már a 70 km-es frissítőpont, de jó. Tehát amikor van egy ilyen belefelejtkezős élmény, szerintem az a jó verseny, amikor így nem rágódsz valami, de mondjuk amúgy is ezt gondolom, ez hamar ez a rágódás, pont arról szólnak ezek a terepfutások, hogy ezt minél hamarabb kikapcsolod, nem? Tehát, hogy a végére már nem is emlékszel, gondolom, a problémákra összemennek. Igen, ja. Hát igen, az egy egyedül vagy az erdőbe, mert ugye a terepversenyen általában nincs olyan nagy tömeg, főleg egy ultrát nézve azért csak szétszakad előbb-utóbb a mezőny, és akkor ott egyedül magányodba beáll vagy, és akkor főleg egy éjszakainál meg még egyszerűbb ez, hiszen van az a kis fénykör, amit látsz magad előtt, és akkor az úgy tényleg csak azzal foglalkozik az agyad, hogy mit látsz, hova lépsz, és akkor az úgy a többi az így elfelejtődik, olyan, mintha azt a részét így kikapcsolnák itt hátul. És mennyi rossz tapasztalatod volt, hogy elkezdtél saját versenyeket szervezni, mert lehet, hogy az is benned volt, hogy én ezt másképp csinálnám, pont amit az imént mondtál, hogy jól érezzék ott magukat, te is elindulnál rajta típusú versenyt szervezni. Voltak negatív tapasztalatok, amiből lehetett mondjuk erőt meríteni, hogy na így nem akarom, hanem másképp? Nem negatívunként mondanám én azt, hanem egyszerűen csak egy másik iránynak. Hallottam egy interjúban, hogy mondtad, hogy vannak ilyen old school-abb típusú szervezők, amivel nincs baj, mert kiegészítitek jól egymást, de hogy te ennél egy kicsit másképp látod ennek a szerepét, lényegét. Hát igen, mert ha belegondolsz, van egy futó, aki mondjuk tökre figyel a táplálkozására, a normál átlag napokba, vagy akár az edzés alatti kajálásra, és akkor utána beér egy frissítőpontra, ahol háztartási keksz van, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy én azért nem szeretnék háztartási kekszet tenni, nem? Hanem akkor más szeretnék valami olyat, ami emberi fogyasztásra alkalmasabb, meg tartalmasabb, meg egészségesebb vagy. És azért az emberek hajlandóak fizetni, ha megnézed, hogy miket árulnak egy étteremben, vagy most ez a bio dolog, vagy ez ilyen felhívó szó lett, és akkor az emberek sokkal nagyobb pénzt tudnak ezért fizetni, vagy képesek és hajlandóak is fizetni ezért. Na ugyanez van a versenyeken, tehát hogy miért legyen szőlőcukor és háztartási keksz, amikor ott lehetne egy többféle gyümölcs például, nem? Vagy például azt is lehet mondani, hogy rengeteg ember küzd mindenféle problémákkal, amit tudom, vagy nem probléma, mondjuk a vegasság az nem probléma, de mondjuk valaki lisztérzékeny, vagy gluténérzékeny, vagy... És arra is figyelni. Ja, és akkor arra is figyelni, igen. Tehát hogy ezek nem túl nagy dolgok, de azért amikor beér valaki egy frissítőpont, és látja, hogy igen, itt van olyan kaja, amit ő eszik, mondjuk vegán, és akkor ott van az aszalt alma, nem mondok valamit, akkor annak örül, nem? De ha ott lenne a háztartási keksz, akkor mit csinál? Szia, ebben van tej, nem tudom, mondja az önkéntes, fog belőle? Nem vesz belőle, nem? Hát ennyi. Egyébként láttam az egyik posztodat a Nutelláról, úgyhogy gondolom az egyik szponzorod a Nutella. Nem, a lányaimat sajnos nem szponzorálja a Nutella, ők nagy fogyasztók, én amúgy nem eszek Nutellát. És beleszólsz egyébként? Tehát, hogyha látod valakin, hogy másképp csinálj, mint ahogy te gondolod, akkor ilyen belebeszélős típus vagy, aki ilyen tanítóként mondja, hogy ezt nem így kéne, tudod-e, hogy mi van benne, vagy inkább hagyod, hogy majd saját maga rájöjjön, hogy nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb étek. Hogy másnak az élem elajánlások bele szólok? Nem szólok bele. Az még a családban sem? Nem. Szerintem ez... Jó fejapa vagy. Nem, öreg vagyok egyszerűen. Szóval ebben nem szólok már bele. Tehát szerintem, ahogy az ember így idősödik, így rájön, hogy vannak dolgok, amiben érdemes beleszólni, valamiben nem. Ha megkérdezik, hogy én mit gondolok valamiről, akkor elmondom, de különben most miért mondjam én meg neki azt, hogy a parizer az lehet, hogy még a kutyáknak se adnám oda, de hát ha ő lehet, hogy szereti a parizert, akkor egyéb parizert, nem? Hát akkor érezze attól jól magát. Ti, akik ennyit vagytok mozgásban, tulajdonképpen lehet, hogy sokan azt mondják, hogy bármi tehetnétek, nem? Hát most mi bajotok lehet? Kifutjátok, lefutjátok? Vagy ez nem teljesen így van? Nem, ez egyáltalán nem így van. Ez egy ilyen tévhit valójában. Mert tudod, sokszor szoktuk azt mondani, hogy ó, hát én bármi tehetek, mert vékony testalkatú vagyok. Ó, én bármennyit tehetek rám, nem fut fel. Azért hallunk ilyeneket. Persze, mindenki ezt gondolja szerintem, aztán ahogy így a tapasztalat gyűlik, akkor rájössz, hogy egyébként lehet, hogy előfordulhat, hogy van olyan testalkatú ember, hogy bármit megehet, és nem látszik rajta, de például az edzés munkáján biztos, hogy látszódik. Tehát, hogy azon egyértelműen kimutatható az, hogy a megfelelő tápanyag volt bent, vagy nem. Vagy mondjuk azon, hogy milyen sűrűn betegszik meg. Tehát ezért, ahogy régen mondták, az vagy, amit megeszel. Tehát, hogy ez szerintem egyébként legalább fele részben a kajáláson múlik az, hogy hogyan teljesítesz egy verseny vagy az edzés munkádon. Lehet, hogy többen nem bők ennek a témának a szakértője, de szerintem nagyon fontos. Tehát, te tudatos vagy? Egyébként ezt mondhatjuk rá ezt a szót, hogy étkezésben, úgy általában az életben tudatos típus vagy? Igen, most már mondhatjuk ezt. És mikortól?
Hát ez is egy folyamat nálunk szerintem, már mint hogy otthon nálunk, nem királyi többest használva, hogy mit tudom én, volt először csak egy kis veteményes, most meg már három ilyen brutál nagy magas ágyásunk van, mint tudom én, 13 méter hosszú, 4 méter széles. Kicsit furcsán néztek, gondolom, a szomszédok, amikor átterjedt hozzá. Igen, mert ugye én csináltam pallókból, és ott ácsoltam, és nézték, hogy mit csinál ez az őrült itt a kertben. A kertünk egyharmadát elfoglalja, de így saját paradicsomunk van, meg saját spenót, meg bab, meg mindent. Tehát, hogy igen. Tehát akkor az egyik ez a fajta tudatosság, amelyet nyilván magaddal szemben támasztasz, aztán mi a következő lépés ahhoz, hogy valaki mondjuk jobban elmélyüljön ebben a világban? Nyilván szeretni kell gondolom a természetet, azért ez egy ilyen alapdolog, vagy úgy vágyni kell rá, hogy végre kiszabaduljon a nagyvárosból? Igen, igen, igen. Ez a kiszabadulás a nagyvárosból szerintem ez nagyon fontos, mert ha megnézünk egy versenynek a mezőnyét, akkor jellemzően nem a falusi emberek fognak 100 kilométert futkosni, hiszen ők lehet, hogy olyan munkát végeznek, mondjuk fizikai munkát, de egy városlakó, aki egy irodában dolgozik, vagy tanít, vagy szóval nem egy kohász, annak nyilván tudja vagy nem tudja, de valami hiányzik az életéből, a fizikai aktivitás nyilván hiányzik. Ezért megyünk el futni, ezért megyünk el edzeni, ezért megy az ember versenyre is a végén. Nem? És a terepfutásnak a népszerűsége az valószínűleg ebben keresendő. Gondolom, te is erre éreztél rá, nem tudom mennyire tudatosan, de gondolom egy idő után azért érezted, hogy hú, hát ez, az emberek itt felszabadulnak, megkönnyebbülnek, akár stresszmentessé válnak egy-egy ilyen terepfutás után. Így van, én is városlakó voltam, amikor elkezdtem, itt laktam Budapesten, úgyhogy szerintem ez abszolút jellemző. Igen, a nagyvárosi lét, ez elterel valami. Nem mindenki lesz nyilván terepfutó, de most amúgy tök mindegy, hogy valaki elkezd vitorlázni, vagy akár fallabdázni, és hát az is egy tök más közeg, csak annyi, hogy szabaduljon ki abból az átlagos megszokott közegéből, és csináljon valami mást. Ugye rengetegen aszfalton futnak, őket mondjuk hogy csábítanád át a terepre? Mi lenne az, amivel azt mondanád, hogy érdemes ezt is kipróbálni, mert hogy a mai beszélgetésünknek ez is az egyik sarkalatos pontja, hogy gondolom van egy ilyen missziót, hogy esetleg átcsábítsd őket, vagy nem? A terepfutólányok sokkal szebbek, mint az aszfaltfutólányok, tehát ez egy nagyon, ez igaz? Egy nagyon fontos rész az életnek, nyilván nem. Na, de most komolyan kérdezem, hogy ez mi az, amivel te mondjuk inkább ezt preferálod az előzővel szemben az aszfaltfutással? Nem, számomra miért jobb a terepfutás? Uh-huh. Hát nekem unalmas egész az aszfaltfutás. Tehát nekem az, hogy a minden lépés ugyanakkora, meg nem történik úgymond semmi az idézőjelbe, vagy nem kell nézni a lábam elé. Tehát nekem az olyan, hogy te futsz a rakparton, és akkor ott a parlament, még mindig ott a parlament. Ez jó rendezvényem, már mondjuk megint, amúgy nem. Már megint ott van a parlament, de most én csak a saját élményem értettem. Nekem az utolsó aszfaltos verseny, egy Nike félmaraton volt, én azért nem álltam ki, mert egy csomó fiatal lány volt körültem, és néztem, hogy milyen ruganyosan, szépen mozognak. Tehát ha nem lettek volna nők körültem, ez egy férfi futóverseny lett volna, felszalak a kisföldet és hazamegyek, de komolyan. Tehát mérhetetlen unalmas számomra. De ugye ez az enyém. Van, aki meg ezt imádja, hogy beáll erre az ütemre, mint egy inga, és akkor így megy 40 órán keresztül. Hát nem vagyunk egyformák. Ízlések és pofonok. És egyébként hogy néz ki egy ilyen felkészülés egy terepversenyre? Mesélj egy kicsit nekünk ezeknek a kulisszáiról, hát ekkora tapasztalattal. Mondjuk kezdjük az elején, amikor valakiben ez megfogalmazódik, és akkor neki kell kezdeni, tudja, hogy mikor van a verseny, ez hogy néz ki lépésről lépésre? Egy már terepfutóról beszélünk? Uh-huh. Aki már futott... Hát aki már azért úgy minimális tapasztalattal rendelkezik. Hát mondjuk, hogyha versenyre készül, szerintem ez ugyanaz, mint egy normál aszfaltversenynél is, normál, mint egy aszfaltversenynél, hiszen mit csinálsz, megnézed a versenykiírás, nem? Hogy milyen sűrű lesznek frissítőpontok, ott mit adnak, megnézed az útvonalat nagyjából, hogy hoppá, hát itt van benne egy Gellérhegy, akkor nyilván föl kell futni. Tehát úgy mondjuk nem mindegy, hogy egy San Francisco maratonról beszélünk, vagy nem tudom, hogy a sík, Berlin maraton a sík, ugye? Uh-huh. Vagy a Berlin maratonról. Tehát ugyanígy van egy ilyen felkészülés része, hogy megnézed a színmetszetet, és akkor látod, hogy mekkora emelkedők, lejtők lesznek benne. Ahhoz képest elkezded tervezgetni a frissítést, mikor van a verseny ősszel, nyáron, vagy télen, ahhoz hozzáigazítod az öltözetedet, meg hát persze elkezdesz olvasni mindent róla, amit csak tudsz, és akkor az alapján szépen készíted föl magad. Van, aki kirakja a színmetszetet a plafonra az ágya fölé, és akkor amikor fölébred, akkor az legyen az első, amit meglát. Tényleg ez vizualizálja gyakorlatilag. Igen, igen. Ez működik? Akkor... Nálad például működik? Én nekem nem kell kirakni a plafonra, én megjegyzem. Tehát én ránézek, és akkor így nyilván már van annyi rutinom benne, hogy akkor látom, hogy hány hágó van, mondjuk egy alpokban, egy versenyben, és akkor tudom, hogy az
az hogy fog nagyjából így összeállni. És egyébként mennyire szófogadóak ezek a résztvevők, mennyire kell őket úgymond terelgetni, nyilván most már ebben is van tapasztalatod. Hogy mennyire tartsák be a szabályokat? Hát terelgetni annyira, én már nem terelgetem őket, de tudják, hogy mi nálunk szigorúan vannak véve a szabályok, úgyhogy persze, aki először jön és szembesül valami büntetéssel, az meglepődik, de hát... Mondj egy ilyet, mondj egy ilyen példát, mondjuk milyen büntetésre lehet számítani, és egyáltalán miért, nyilván az is érdekes. Nálunk ugye van kötelező felszerelés a versenyeken, nyilván ennek én legtöbbször ilyen biztonsági oka van, hogy telefont kell vinni, vagy egy fél literes, vagy egy literes űrtartalmú valami. Tehát én már térdeltem ott orvos mellett, amikor kötöttük be az infúziót. Tehát azért, mert a nem normális futó nem vitt magával 40 fokba semmit. És akkor mondtam, jó, oké, ez volt az utolsó, innen kötelező, én nem fogok könyörödni, nekik elég volt. Hát annyi, hogy megnézzük például az UTH-nál a rajtba lépésnél a kötelező felszerelés, és akinek nincs ott, az nem megy be a rajtba. Kész. Hát most is volt ilyen, egy német futó, nem hozta magával a telefonját, és a felesége elfutott a szállásra a telefonért, nem engedtük be. Nem hát akarta elhinni, hogy nem engedjük, de mondta neki, hogy hát ez kész, ez nem fog menni. Egyébként mi a rémálmod mondjuk szervezőként? Az egyik gondolom ezek, amikor nem hozzák el, ami szükséges, és mi részvevőként? Vannak ilyen rémálmok, ami ez ne történjen meg, mert akkor nagy baj van? Volt egy valós rémám, most az idei UTE után azt álmodtam, képzeljétek el, hogy odaérek Szentendrére, a verseny napján, reggel, és nincs ott senki. De úgyhogy senki nincs ott a crewból. Hány nappal korábban mentél? A verseny napján. Szombat reggel 6-ra oda megyek, és nincsenek ott a szállítók, nincs ott a toj, nincs ott a crew, senki. És ott állok a Dunakorzon, hogy mi van itt? És akkor hívogatom, senki nem veszi fel a telefont, és annyira berémültem így az álmomban, hogy fölébredtem rá. Tudod, megvan az érzés, amikor fölébredt, és akkor így nem tudod eldönteni egy pillanatra, hogy ez most valós, vagy ezt még álmodod, vagy most már ébren vagy. Szóval ez a rémálom. A igazi rémálom az, amikor elindul a verseny, a rajt, és tudod, hogy még úton vannak a teherautók a frissítőpontokra, vagy nem veszi fel a telefont az útvonal jelölő embered, és nem tudod, hogy már végére ért a szakasznak, vagy nem. Tehát, hogy vannak ilyen persze. De aztán, amikor így én úgy mondom, gördül a verseny, és így szépen halad előre, akkor így szépen megnyugszik az ember, mert látja, hogy minden a helyén van, vagy nagy többség a helyén van. És ezt hogy tudjátok megsatszolni, hogy mondjuk az adott terep az mekkora létszámot bír el egyáltalán, mekkora létszámok ezek a versenyek úgy általában? Nyilván ez is attól függ, hogy hol van, de ezt hogy lehet megtippelni? Hát igazából nem a terep az, ami behatárol minket, hanem a rajtcél helyszínek, mert hogy mi nálunk... Ha valaki esetleg nem tudná, mi ezt úgy szoktuk csinálni, hogy adunk meleg ételt a célba, meg zuhanyozni lehet, és az nyilván ugye ez egy korlát. Uh-huh. Most ezt át lehet lépni, nyilván lehetne rendelni konténeres zuhanyzókat, millió-csillió forintért, meg lehetne nagy sátrakat bérelni, ahol elférnek lakodalmas sátrat, ahol elférnek még 2000-en, de az már olyan, nekem olyan túl nagy lenne. Úgyhogy valójában a rajtcél helyszínek annak a befogadó képessége határol be egyelőre minket, de például az UTH-nál én már idén azt éreztem, hogy azt már elértük ezt a számot, ezért aztán jövőre változás lesz benne, valószínűleg 2 napos lesz a rendezvény, tehát szétbontjuk, hogy egyik nap a rövid távok, másnap a hosszú távok, és akkor mindjárt úgymond lefeleződik a rajtcél helyszínen megjelenő futók száma egy napra. Egy kicsit akkor maradjunk a saját versenyeknél, meg a saját szervezéseknél. Egy kicsit mesélj azok kedvéért, akik esetleg nem ismerik a versenyeidet, hogy néznek ki, mikor tartod ezeket egyáltalán. Arról is érdemes beszélni, hogy pont hallgattam vele egy beszélgetést, hogy sokan bagatelizálják a téli futásokat, holott arra is pillanatok alatt megtelik a felhívásra a létszám. Gyakorlatilag minden évszakban van versenyünk, amit a terefutás.hu rendez, mert hát miért ne lenne, hiszen télen is futunk. Tehát, hogy, illetve, tudom, melyik van, a népszerűbb egyébként? Igen, egyre népszerűbb, mert az emberek elhiszik, vagy rájönnek arra, hogy télen is ki lehet menni, tehát azért, mert hideg van, azért nem történik semmi, hiszen vannak olyan emberek, akik olyan területen élnek a földön, ahol mindig hideg van, nem? Mégis kint vannak, aztán lehet, hogy nem sportol, hanem mit tudom én, halászik, de hát nem áll meg az élet azért, mert 10 fokkal leesik a hőmérséklet. Tehát akkor tulajdonképpen ugyanúgy népszerűek, minden évszakban vannak, és hogy néznek ki, egy kicsit mesélj azért a saját szervezésekről. Amint te, neked az az álmod, hogy részt vehess egyszer, hogy megfelelő vejed lesz. Nekem az UTH az álomversenyen, nem tudom miért, talán azért, mert az a legutóbbi ilyen találmányom, vagy nem tudom. Hát hogy néz ki egy terepverseny? Ugyanúgy néz ki, mint egy aszfaltverseny, csak nem a rakparton futnak, vagy az erdei aszfaltúton, hanem egy ösvényen.
Nem? Tehát úgy igazából ebben nincs olyan egetverő különbség szerintem. Illetve mondjuk a kötelező felszerelés az az, vagy ugye nyilván egy aszfalt versenyen van egy lezárt útvonal, amit biztosítanak a rendőrök, polgárőrök, akárki, és akkor ott nem kell tájékozódni, főleg, hogyha nem a mezőny elején vagy, hiszen akkor hömpölyög a mezőny, és akkor csak követni kell az előtted lévőket. Ez egy terepversenyen ugye ez nagyon nagy különbség, hogyha csak követed az előtted lévőt, akkor könnyen letévedhetsz, hiszen valaki eltéved, azt megy mindenki utána, mint ez a birka effektus. Hát az előfordul. Igen? Hát persze minden. Ez gyönyörű lehet. Hát igen, ez gyakorlatilag minden terepen. Akkor kikit szid a végén. Igen, például nagyon jó, erről van egy dokumentum jellegű rész, és a 2012-es UTMB-n a hivatalos filmben benne van egy olyan, hogy a frissítőponton áll a kamerás, és ott veszi a tájat, meg minden, befut egy ilyen, hát egy velem egykorú, tehát egy nagy fiatal csávó, ilyen szemüveges, tiszta pára, és mondják neki, hogy hello, te vagy az első. És mondják, micsoda, én vagyok az első, de hol van az élmezőny? És abban a pillanatban fönn megjelennek a fejlámpák, és így kiabálnak neki, hogy hello, hello, és így lehet látni, hogy ahogy a profik így lezúdulnak, így a friss, tehát a komplett élmezőny így eltéve. Tehát nyilván mentek a ködbe így egymás után, és hát ez történt. Egyébként egyik posztodban azt írtad, hogy az éjszakai terepfutás egy teljesen más világban, vízbe szűkül a tér, élesedik a hallás, a szem a kis fénykörre fókuszál, iszonyat fárasztó a koncentráció, mégis meditatív állapotba kerülsz. Ezt nem a feleséged írta, nyugtass meg. Nem, ez az ez én saját gondolat? Ez a hashtag trailcoelho. Na, egy ilyen üzenetet azért egy kicsit bontsunk ki. Nagyon beleszerettél ebbe az éjszakai terepfutásba, azt jól tudom, ugye? Igen, én majdhogy nem jobban szeretek este menni, mint nappal. Mivel másabb? Ez nyilván azon fél, hogy sötétebb van, teljesen más a tájékozódás, ahogy mondtad is az iménti gondolatban. Hát hiszen nincsen vizuális élmény, nem? Tehát ott tök más az élmény. A mozgás az ugyanúgy megvan, a koncentráció jóval nagyobb, mert a lámpafény azért nem pont ugyanazt adja, mint a napfény, tehát hogy más a térlátása az embernek. Nem veszi el a figyelmed az, hogy jaj, de szép arra, jobbra, meg milyen szép az a fenyőfa balra, hanem tényleg egy ilyen fegyelmezett edzés az éjszakai futás. És akkor most előjön belőlem az a kételkedő, hogy de ez nem veszélyes? És most nem arra gondolok, hogy neki futsz egy fának. A rock and roll is veszélyes. Igen, neki futsz egy fának, de hogy így ebben azért több veszély van, gondolom, akár sérülés veszély is, vagy ezt rosszul gondolom? Hát ugyanúgy el tudsz esni nappal is, mint este, nem? Tehát ebben szerintem nincsen különbség. Én biztos. Én is estem már, számtalan szó volt, úgyhogy... Igen, hogy fájt utána valami, vagy sántikáltam egy kicsit, de... De akkor ez többet ad, az biztos neked. Igen, meg hát most mi történhetne? Most elesel, mondjam, olyan komoly sérülés szerintem nem lehet, akkor sántikálok egy 20 percet, fél órát. Van nálam telefon, fölül van a feleségem, elém jön, levágom az útvonalat valahol, lemegyek, vagy bemegyek egy faluba. Tehát, hogy azért ez nem a lapföld, hogy akkor most kifordul a bokám, és akkor ott fölfalnak a rénszarvasok, mert nem találtak zuzmót. Nem? Hát reméljük legalábbis, és akkor egy olyannal folytassuk, hogy gondolom elég sokszor megkapod, hogy neked könnyű. És erre van egy nagyon jó kis posztot szintén, amiben leírod, hogy neked könnyű, és akkor ezt egy kicsit mondjuk is el. Neked könnyű, te nem hízol. Erre mit szoktál mondani? Mutatom a nyúzi húsot a hasamon. Persze hízom én, és főleg, hogyha én nagyon, kimondhatjuk, sajtfüggő vagyok, tehát én nagyon szeretem a sajtokat, hogy a hús nem eszek, és akkor cserébe van a tejtermékek. És ha nem figyelek, akkor pillanatokat fölmegy, vagy van egy sérüléses időszak, vagy mondjuk egy komolyabb versenyt nem tudok annyit edzeni, akkor ugyanúgy megjelenik rajtam, és meg gondolom, téged is kínálgatnak, ez a jó magyar szokás, hogy egyél még, egyél meg, persze, és akkor kell nemet mondani. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a feleségem anyukája kétszeresen elvált, úgyhogy nekem van még mindig 5 darab nagymamám. Tehát én bárhol megyek, én állandóan azt mondom, fiam, milyen vékony vagy, egyél már, csináltam neked, mert tudom, hogy szeretnél, és akkor látom, hogy még el is van csomagolva valamennyi, pluszban még elém rakják, és hát ugye nyilván ez is egy ilyen női... tulajdonság szerintem egy ilyen elvárás egy férfi szemben, hogy a férfi azt tudjon enni, nem? És akkor teljesíteni kell. Tehát nem mondható lesz a nagyjának, hogy jaj, nagyi, most nem kérek. Ez beteg ez a gyerek. Nem lehet mondani komolyan, nem? Tehát ha eléd rakják, akkor meg kell enni, kész. Aztán azt is mondják neked, hogy neked könnyű, te nem vagy fázós. Én iszonyatosan fázós vagyok, annyira, hogy... Úgy most is itt a légkondiban. Nem, tényleg. Tehát úgy képzeltek el, hogy egy téli futás után én
bár gyapjúba futok, amint sokkal nagyobb a hőtartása, mint egy sima műanyag cuccnak, még azután is, hogyha hazamegyek forró zuhany, és utána a dunyhával takarozva ülök be a fotelba és olvasok, miközben a többiek körülöttem rövid ujjúban vannak, tehát én nagyon fázos vagyok. Viszont neked tényleg könnyű, mert van időd. Igen, mert szakítok rá, nyilván ezt tudjuk, azt szerintem minden sportoló megkapja, hogy van időt, persze. És egyébként hogy lehet időt szakítani? Szerintem ennél a témánál még egy kicsit maradjunk, mert hogy ez szerintem a leggyakoribb ok, amire a mai világban hivatkoznak az emberek, hogy azért nem csinálnak valamit, mert nincs rá idejük. Nagyon egyszerűen megfogod a konnektornál a vezetéket, és így kihúzod, és akkor rögtön lesz. Nekünk például 18 éve nincs tévénk. Tehát az idő, amit a magyar lakosság átlagosan 4,5 órát tévézik, ha jól emlékszem, naponta, hát akkor 4,5 órát sportol valaki, rögtön ágyról ment tud lenni, nem? Fél év után lehet, ki lehet menni. És közben még családod is van, akivel együtt élsz, tehát azt se lehet mondani, hogy ráment úgymond a kapcsolatod vagy a magánéleted erre, mert ugye sokszor erre hivatkoznak, tehát akkor ezt is lehet együtt menedzselni. Hát szerintem, mint az én példám mutatja. Örülnek, hogy nem vagy otthon, ugye már mondtuk. Így van. Ezt lehet direkt is csinálni, kicsit agyára mész a feleségednek, és akkor utána, ha elmész, akkor még örül is, hogy végre elment ez az őrült. És akkor visszajössz, akkor meg már megnyugodott mindenki. Nem? Egyébként ez régen is működött nekem nagypapám, amikor nagymamámmal néha összekaptak, akkor kiment sétálni, és mintha egy más világba csöppent volna vissza, addig kimorogta magát a nagyi. Úgyhogy ez is jó a terepfutásban. És azt is szokták mondani, hogy neked könnyű, mert te nem vagy beteg. Ugye vannak azok a típus emberek, akik neki kezdenek, és azonnal valami náthát, tüdőgyulladás, bármi dolgot elkapnak. Gondolom, te ilyen védett személy vagy. Semmit nem kapsz el. Semmit. Abszolút semmit. Erről azt tudom mondani, hogy volt egy olyan terepszázas, hogy én lázasan indultam. Neki nem volt komoly, persze, de azért volt egy kis hőemelkedés, meg folyt a tatnyom, már minden, és mire beértem a célba, meggyógyultam. Tehát, hogyha mész 17 órát futva, és izzadsz, mint a ló, akkor, és persze tudsz mellettek ajánlani, akkor simán meg lehet gyógyulni. Tehát a futás gyógyít. Fussatok! Szóval akkor neked se könnyű, de akkor most egy kicsit visszatérve a versenyekre, hogy néz ki majd az előtted álló időszak? Mesélj nekünk egy kicsit még 2019-ről, meg arról is egy kicsit majd mesélj nekünk, hogy milyen beteljesítetlen álmaid vannak még ezzel kapcsolatosan. Tehát milyen terveid vannak még, mert szerintem vannak. Ez a nyár, ez gyakorlatilag hogy mindig azt gondolja az ember, hogy amikor nincsen futóverseny, akkor a szervező az pihen, de hát ez egy... Nem így van. Tehát, hogy a nyár az arról szól, hogy készítjük elő a jövő évi versenyeket, leginkább az UTI-t, hiszen azzal van csomó dolog. Most már elkezdtük beadni az engedélykéremeket, megyünk a hivatalokba, meg ugye ez, hogy 2 napos lesz a rendezvény, ez egy terv, ugye, mert rá kell bólintani a Nemzeti Parknak, meg Szentendrének, meg a Pirisi Parkerdőnek, meg mindenkinek. Tehát ez egy csomó ilyen plusz feladat, és akkor ilyenkor megy az adminisztráció gyakorlatilag ebben a úgynevezett holt időben, amikor nincsen verseny, akkor így ezek mennek. Meg persze elkezdjük lemodellezni, tehát hogy van, eddig is ugye tudjuk, hogy melyik pontra mennyien érkeznek be az adott időszakban, és akkor elkezdjük nézni, hogy mit tudom én, most volt 1300 fő a limit az UTH-n, mi történik, hogyha 1400 van, akkor ha 1500, és akkor szépen így játszunk vele, és akkor lehet látni, hogy mi az, amit egy frissítőpont elbír, amikor még ki tudjuk szolgálni őket úgy, hogy az tényleg kiszolgálás legyen, ne csak az, hogy ott egy tömeg van, és senki nem fér oda a frissítőasztalhoz, és akkor meg lehet látni, hogy hol van a limit. Hogy kell játszani a rajtidőkkel, hogy ne az legyen, hogy mondjuk 2 távnak az a mezőny része, ahol tömegesen vannak még, vagy már, azok rázódulnak egy frissítőpontra. Mik azok a tulajdonságok, amelyek mindenképpen kell, hogy meglegyenek valakiben, aki most esetleg hallgatott téged, vagy az interneten keresztül, vagy itt a közönség soraiból, és azt mondjad, hogy erre szükséged van az, hogy elkezd, ha még nem kezdted el a terepfutást. Van bármi? Mert hogy nagyon sok ilyen beszélgetést hallottam, és igazából legtöbbször azt hallottam, hogy ez csak rajtad múlik, hogy elkezd. Tehát az a kezdeti dolog kell, hogy lesétálj a negyedikről, elindulj és csináld. Nincs az semmi. Szerintem kinyitod a rajtot, aztán mész. Már azt se lehet mondani, hogy legyen 2 lábad, mert ugye van ma magyar lány is, aki művégtaggal fut. Tehát, hogy szerintem csak az elhatározás kell hozzá, semmi más. Ugye vannak itt a közönség soraiban olyanok is, akik ismernek téged, és bizonyára olyanok is, akik még nem beszélgettek veled. Nem tudom, benne vagy egy ilyen interakcióban, hogyha van még egy pár percünk, hogy ha van, akinek van esetleg kérdése, egy nagyon rövid időnk még van szerintem, akkor fölteheti-e, kérdezem a közönség soraiból ülőket. Egész nyugodtan. Jó, addig iszok legalább egyet.
Én egyet látok, hogy itt már egy úriembert azt sikerült elaltatnunk. Annak idején képzeljétek el, hogy még közjegyzőnél voltunk egy ingatlan vétel kapcsán, és mondta a közjegyző, hogy hát szegény kisfiam, nagyon unalmas, nazális, monoton beszéd következik, és mondtam, hogy semmi baj, Fekete Istvántól szoktam neki olvasni, és 2 perc alatt alszik. Úgyhogy szerintem jó végeztük a dolgunkat, ezt majd érdemes lesz posztolni. De láttam ezt az Elvis Presley videót, amikor az első sorban elalszik egy ember, nem. És ő énekel a műtender, és alszik, és állandóan elkezd röhögni Presley. Tehát így, zseniális lehet. Majd hallgass meg, írd be ezt a Elvis Presley, és nevetés, és ott lesz. Ott alszik az ember, ez meg itt iszonyat nagy koncerthol, tehát több ezer ember, egy valaki alszik, az első sorban elaludt egy Elvis Presley koncert. Valamit jól csináltunk, mert valaki már elaludt a beszélgetésen, de akik még ébren vannak páran, nem tudom, hogy készfeltétellel akár, vagy bárhogy nyugodtan jelezhetitek, ha valamiről nem beszéltünk, amit szívesen hallgattatok volna meg. Főleg akik most érkeznek, őnekik minden új lehet, hülyeséget félretéve, de nyugodtan bekiabálhatjátok a kérdést is akár. Csanyával kapcsolatosan. Volt ilyen, aki odajött hozzám. Lehet, hogy mindent elmondtam. Igen, lehet, hogy mindent elmondtunk. Volt olyan, aki mondta, hogy végre Csanyát hallgathatom. Úgyhogy lehet, hogy akkor... Tehát, hogy ilyen örömet szerzel az embereknek. Csak az, hogy itt vagy. Na, akkor én teszek föl egy kérdést, hogy igazándiból az elég sok mindent sikerült már ebben az egész terepfutásban elérned. Van-e valami olyan, amivel azt mondanád, hogy... 20 év múlva, hogyha visszanézel, és ezt látod, akkor tökéletesen elérhet vagy. Tehát, hogyha azt még kipipálnád, akkor azt mondod, hogy na, ez remek, remek munka hát volt. Ez az egész terepfutás.hu, ez egy nagyon szép vonalat követ így jelenleg. Tehát így tényleg a nulláról elindítva egy ilyen álom, hogy legyen valami abból. Gyakorlatilag ugye nekem ez a megélhetésem most az a versenyszervezés. Tehát, hogy egy ilyen munkává alakult, és akkor ilyen teljesen ilyen úgymond profizmus lett belőle, meg ilyen... Nem mondták az elején, mint Bödöcs Tibinek, hogy fiam, a hülyeségből nem lehet megélni? De persze, nyilván. Ez, hát persze, az első 5 év azzal telt, hogy ezeket hallgattam. De hát ez, ahogy szokták mondani, a siker sokszor csak azon múlik, hogy akkor is folytatod, amikor mások már abba hagyják. Tehát én mint egy makacs összfér, így mentem előre, és akkor is sikerült. De szerintem annyi lenne még, hogy így egy kicsit így ez az UTH, ez az Ultratrail Hungary verseny kicsit olyan, hogy mondjam, a nemzetközi elit is megjelenjen, és akkor én már nagyon elégedett lennék. Így is az vagyok, tehát nincs az semmi problémám ezekkel a versenyekkel, csak azért az ugye picit hiányzik még, hogy legyen olyan, hogy valaki ott ül, és akkor dedikálja a sapkákat a rajongók felé például. Akkor majd feliratoz létszi angolul a beszélgetést. Köszönjük szépen, hogy itt volt, Csanya. Sok sikert kívánom neked.